Sziasztok! Hát Attila nagyon vicces címet adott a mai videónak, amit most már olvashattatok is, mielőtt kattintottatok, ez az, hogy záró premier. Ez ugye azt jelenti, hogy félig meddig búcsúzunk egy családtól, amelynek azért az utolsó példányai még velünk vannak, úgyhogy amikor mondjuk egy kinetik perpetuált a kezembe veszek, akkor szinte látok magam előtt egy vietnámi antilopot, egy szumátrai elefántot, vagy egy kaliforniai disznódelfint, és negyedikként a listához csatlakozik a kialófélben lévő állatokhoz, amelyeknek viszont utolsó példányai, még ha már ezzel, ebből a példányszámból nehéz, nem is lehet olyan utolsó szaporulat, amiből a faj fönnmarad, de azért velünk vannak, és, és megcsodálhatók. A Seiko premierekről fogunk tehát a mai napon beszélni, és ezek utolsó még életben lévő, vagy hát vadonatúj példányairól. Aztán sok felé ágazottam ez a premier, úgyhogy ez egy ilyen őstörténet is lesz, ugye, hogy, hogy egy korábbi család leosztás vagy felosztás a Szejkónál hova sorolta a premiéreket. Igen, valóban, sziasztok! Megszűnt a premier, ez már tavaly évben az teljesen publikus volt, tehát azt hiszem talán 20 végén, 21 elején volt ez az a döntés illetve a döntésnek a, az eredménye. És ö, az, hogy most ez mennyire régi, vagy nem régi, ez kérdés, mert ö, nálunk is, mint úgy általában az élet minden területén, mint a divatnál is, hogy vissza visszatérnek dolgok. És nagyon érdekes, hogy például ugye most a Presage az elegáns kollekció, de a Presage is volt már 2000 hmm. környékén, tehát a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején és akkor utána azt kivezette a gyár, és aztán most meg visszahozta. Tehát végső búcsút azért nem mondanál a Nem, nem, nem mondanék, és most nem is csak a premierről van feltétlenül szó, hiszen a premier mellett a sportúra is akkor, meg a velatúra is ugye az elmúlt években ki vezetve. Most épp egy olyan időszakotban vagyunk, amikor a két határozott irány van, az elegáns presszázs és a sportos prospects. Korábban pedig ugye ez úgy nézett ki, hogy a premier volt az elegáns, és a sportosoknak volt a sportúra és a velatúra. Ott ugye a velatúra az kimondottan vízi sportok, vitorlázós órák voltak, a sportúra meg inkább motorsport kollekció, és talán így egyszerűbb az élet, hogyha csak két kollekció van a három helyet, azokban vannak a sorozatok, de a lényeg az, hogy ezt a videót azért gondoltam, hogy csináljuk meg, mert egyrészt, amikor még a Premier fénykorát élte néhány évvel ezelőtt, akkor erről sajnos lecsúsztam, lecsúsztunk azáltal, hogy nem létezett a Seiko Butik YouTube csatornája. Másrésztről pedig olyan sokszor előfordult már velem is, és sokan másokkal is, hogy egy-egy modellt igazából akkor kezdte, kezdett el értékelni, amikor már nem volt. És ugye már volt ilyen videó, ahol mondtam, hogy figyeltek ez egy olyan óra, amit azért szólok, hogy nézzetek meg, mert később nem szeretném visszahallani azt, hogy nem szóltam időbe. És, és a premierekkel így vagyok. Nekem nagyon fáj a szívem, én nagyon szeretem ezt a stílust, amit a premier képvisel, különösen ez az art -dekós irányzat. És most éppen egy ilyen időszakot élünk, és a, Sajnos a premierrel néhány szerkezet is most egy kicsit elcsendesül. Tehát, ö, ilyen szerintem az egyik legizgalmasabb a Kinetic Perpetual, ami, ami egy, együtt a premierrel jelent meg 2005-ben, és 5-6 ha, éven keresztül a legsikeresebb modell volt az első Kinetic Perpetual-es premieres óra. És most az új modellek között most nem igazán találok kinetik perpetuális szerkezetet, mint ahogy például direkt drivosat sem, igaz, ez már egy kicsit korábbi időből fakad ennek a csendesülése, és ugye pont amit itt van a kezünkben, ez még ennek is egy holdfázissal bővített komplikációs kiadása. Úgyhogy én azt mondom, hogy egy kicsit nézzük át, nézzétek ti is azzal a szemmel ezeket az órákat, hogy néhány utolsó darab kapható a butikban, még néhány kiemelt partnerüknél országos szinten is találtok, és biztos vagyok benne, hogy miután ezeket az órákat nem egy-két hónapra vagy évre vesszük, ezért ezek az órák hosszú évekig örömet okoznak, és én is fogok eltenni belőle, mert nem tudom, hogy mikor lesz legközelebb. Úgyhogy ez lesz a mai menet, beszélünk majd férfi és női slim modellekről, a Direct Drive-ról, a Kinetic Perpetuáról, és természetesen lehet majd játszani velünk, hogy kezdjük a mai adást Littenberger Attilával és Petur Andrással, szokás szerint a fedélzeten. És akkor mielőtt még a paraszt ütné a futót, beszéljünk arról, hogy mit lehet majd nyerni röviden a mai műsorban, ami mégis egy olyan nyeremény, amit már többször a rendelkezésetekre vagy Mondjuk így lehetőség szintjén bedobnunk a közésbe. Ez, Ez pedig egy butikos ajándéksomag. Majd aminek ne a ne csomag, megnyeréséhez a mai nap egyik kérdésére vagy mai témák közül választandó egyik kérdésre kell majd felelni. És akkor félig pedig multidézés azért már a saját történetünkben is a mai műsor, hiszen én azért a direct drive-os tekergetést az egyik legfontosabb pillanatának tartottam a áldásos tevékenységünknek, akkor itt ez a mutató, ez úgy csinál, mint a felbőgnének a motorok. Tehát gyakorlatilag ezt egy fordulatszám mérőként tudjuk használni. Nézzétek, hogy elkezdem tekerni. Am, 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 és így lehet szórakozni vele unhalmas órákon. A lényeg az, hogy attól függ -e, hogy milyen gyorsan tekerem, milyen sokáig tekerem, ez a fordulatszám mérő mutatja, hogy éppen milyen intenzíven termelem az áramot. A kinetik perpetuáról pedig tudod, mi jut eszembe az, hogy amikor én először elkezdtem a Psycho-val ismerkedni, akkor önmagában egy olyan tulajdonságára hívta te föl a figyelmemet ennek a modellnek, ami arról szólt, hogy, a, hogy ő elalszik és akkor én úgy voltam, hogy úristen az óra elalszik, ugye egy nap után, hogy addig is ne használja fölöslegesen az energiát, és utána ezt az órát föl lehet ébreszteni, és akkor ugye mutatok mutatók visszamennek a helyükre, és akkor ebbe, az, ebbe a dologba beleszeretem. Érdekes egyébként, és ez ugye véletlen alakult így, hogy az egyik modell, ami most is a kezemben van, ugye ezt, ezt, praktikusan tudja, tehát ez ugye egy, egy klasszikus kvarcóra, a kinetik modellekről beszéltünk, már fogunk is beszélni, hogy valójában ugye ugyanúgy áram termelődő zajlik, csak az ember természetes mozgása, és az a villegő súly, ami a mechanikus órákat is életben tartja, az generál áramot. Szóval, hogy ennek is megvan a, a maga különlegessége, de azért az örök naptárral, a kinetikkel, az elalvó funkcióval, meg, meg úgy, hogy van tényleg ezzel a dizájnnal, ez, azért egy, ez azért egy olyan ikonikus darab, amitől nem fáj elköszönni. De ezt csak azt akartam így elmondani ebben a sokszorosan bűzbített mondatban, hogy ebben nagyon sok minden benne van, ami egyébként egy adott korszaknak, vagy egy időszaknak a, az emblematikus fejlesztése vagy komplikációja volt. Igen, de itt most az a kettőség van bennem, hogy egy picit ilyen múlt időben beszélünk róla, miközben ez abszolút jelen is. Tehát a mai napig is van a, olyan, hogy mi ilyen új modelleket próbálunk még mindig beszerezni környékbeli országok Seiko forgalmazóitól, és a butikban is egy külön vitrinbe van a, a Premier a mai napig, mert olyan sokan keresik. Hmm. és egy picit segítünk másoknak, és tudjuk azt, hogy itthon is milyen sok kedvelője van, és segítünk azoknak is, akik egyáltalán így megtalálják a, a saját órájukat. És például most, hogyha ezt a Kinetic perpetuálról beszélünk, beszéljünk, ami itt a kezemben van, uh -huh. ez az egyik legkülönlegesebb abból a szempontból, hogy ez egy szürke számlapos rózsa kombinációval, és ugye pont a karácsonyi Grand Seikos videóban beszéltünk arról, hogy ez a fajta szürke számlap, ez mennyire ritkaság. Igen. Tehát, hogy inkább van egy sötét számlap, mint a Direct Drive-os órán, vagy van egy sötét kék számlap, mint például ezen a Slim modellen, vannak fehér változatok, de a szürke számlapos órák azok sokkal ritkábbak, és nekem nagyon tetszenek ezek a, a szürkék és a rózsa aranyjal meg különösen mindig egy jó kombináció. De nekem, ahogy már többször is elmondtam más videókban is, hogy én szeretem a határozott vonalakat, és ennek a stílusnak, amit a Premier képvisel, ez az Art Deco stílus, ennek a határozottság az egyik lételeme, és ezért is van az, hogy ezeken az órákon a római számok például nagyon harmonikusan ülnek. Tehát nem minden esetben mondom azt, hogy ha két óra közül kell választani, akkor római számos változatot választanám, de szerintem a premiereken pont az arab szám állna rosszul. Ilyen, a, a leglátványosabb modell jönnek ki, most, most még valami eszembe jutott, hogy, hogy az, amellett, hogy műszaki tartalom szempontjából az első között figyeltem én magam föl a kinetik perpetuára, de például az első óra a szempontból, ami nekem megtetszett, és aztán már nem magam sem tudom miért, de, de lebeszéltem magamról, az az SSA 399J1-es egy ilyen kék, picit uh, ugye a számlapjánál áttört uh, modell volt. Ami Szerintem az leg... volt a gyokovicsos teniszes és a, úgy, lehet, nem volt pont... ilyen rácsos volt, és úgy volt áttörve, igen, és látszott a szerkezet. Igen. Ez az eset, mondom, az enyém az SSA 399 i volt, de csak annyit akarok mondani, hogy amikor az ember szemem megakad egy modellen, akkor kellenek ezek a határozott vonalak, vagy akár a római számok, vagy akár az a fajta komplikáció, ami ugye egy ilyen kinetik perpedált, vagy ami az én személyes kedvencem, a, ugye ezt a direct drive-ot is jellemzi, ahol ugye nem pusztán kinetikus módon, hanem ugye a, a koronával fel lehet húzni. Pontosan nem is felhúzni, az ember mindig azt mondja, hogy a koronával felhúzni, éppen ellenkezőleg ugye a korona tekerésével lehet mondjuk áramot fejleszteni, áromot. hogy ilyen egyszerűen fogalmazzunk. Szóval, hogy ö, nekem mindig megakadt ezeken a szemem. Igen, és egyébként most, hogy pont a, a, nézem a, az órát a kezedbe, nekem a, az egyik ilyen igazi jellegzetessége a premiernek, az a filmcsatja volt, vagy még most is. Tehát, hmm. hogy ennek a csat kialakítása, ez ugyanúgy határozott vonalakkal és élekkel történik, sőt a két csatszem közötti összekötő szem is egy téglalap alakú szem, ami, ami szerintem teljesen egybeforta a, a premierrel, és ez volt az első olyan akkor abban az időben, amire azt mondtam, hogy ennek a csatnak a kialakítása, vagy a csatszem kialakítása, hogyha látjátok itt a, az ujjamnál is, hogy akármennyire vékony, gyönyörűen fölfekszik rá, ahogy forgatom. Tehát a csuklom, ami egyébként sem vastag, de azért az ujjamnál jelentősen vastagabb, arra ugye még, még szebben, de hogy egy ilyen pici újra is ennyire gyönyörűen rá tud hajolni, ez szerintem megint csak egy szép mérnöki munka, meg egy nagyon szépen kidolgozottságnak a a jele. Jó, de azért a direct drive az verhetetlen. Tehát, hmm, én hát az teljesen. Hagyd, már még egy kicsit vele. Ja, Játsszál vele. Igen, ugye, ugye ez a, nyilván vissza is tudjátok nézni egyébként azt a, azt a videónkat, ahol ezekkel részletesebben is foglalkoztunk, de azért alapvetően ugye az a segédszámlap, ami itt oldal található, és ami azt hivatott kielezni, hogy mekkora a járás tartaléka van még az órának, abban a pillanatban, hogy a koronát elkezdjük forgatni, ugye leesik nullára, és onnantól kezdve a forgatás az már nem más, mint egy ilyen motorbőgetés, ami ugye és minden gyorsabban forgatjuk, annál magasabban van, és a végén leesik, és a kedvenc részem jön, visszaáll oda, ami a frissiben fejlesztett árammennyiségnek megfelelő hátralévő járást tart. Ami közte volt egy lépcső. Az első, ugye az, amikor tekered, akkor mutatja közben, hogy mennyire intenzíven Igen. termeled az áramot, utána lejön, utána visszamászik annyit, hogy megmutassa, hogy ezzel a mozdulat sorral te mennyi áramot termeltél, Igen. hány órányit, utána megint lejön, és akkor megy vissza arra a szintre, hogy akkor a a benzín mutató mit mutat a tartályban? Sze szóval ezzel játszani, úristen, bármeddig tudnék. Egyébként most, amikor itt készültünk erre a videóra, és kézbe vettem, és én is elkezdtem egy picit vele játszani, akkor visszajött nekem az az érzés, amit most ez a kézifelúzó sorám is ad, hogy ugye mindig reggel fölkelek, és az az első, hogy a kávé mellett elkezdem fölhúzni a, a rugóját. Uh -huh. Mert ez ugye még annyira sem automata, illetve ez csak kézi felhúzós, Igen. abban még van automatika, automata rész, de itt pont a, amikor itt volt a, az egyik felettesem, ő mondta, hogy, és nagyon jó volt, hogy. A legjobb dolog reggel, amikor indul a nap, és még egy kicsit ilyen nyugodt vagy, akkor a kávé mellett kézbeveszed az órádat, szépen felhúzod a rugóját, számolod, hányat tekersz rajta, és az így összeforra napok, néhány nap alatt egy ilyen rituálével. Hát, most nem akarom részletezni, hogy egy férfi embernek milyen reggeli rituáléi vannak, de kétségkülőbb be lehet építeni a, a, a szent háromság mögé a harmadiknak, a negyediknek. Úgyhogy, <laughs> úgyhogy, ez a direkt drive hát, ja, egy más, más de azért hogy itt a hold fázis, ott az örök naptár, 2100, a kinetik perpetuálnál 2100 február 28-ig le van programozva, mindenki le van biztosítva, hogy addig a szökő éveket sem fog uh, fogja eltéveszteni az óra. Úgyhogy hát ez két olyan modell, amiről korábban már beszéltünk, és ami ezek szerint ugye még van, nem tudom, ezek utolsó Hát, darabkák egyébként? Most konkrétan nem tudom, én bementem a butikba, pár a, a kirakatból mondjuk. kivettem néhány érdekességet, és elhoztam, úgyhogy mindenképp azt javaslom nektek, hogy akár a butikban, akár, ahogy mondtam, egyéb partnereinknél, hogyha bementek, vagy előre megnézitek a weboldalakat, akkor látjátok, hogy kinél milyen premier modellek vannak, és menjetek el személyesen, mert itt van a következő, amit hoztam, ez az úgynevezett slim vonala volt a, premiérnek, premiernek, aminek ugye az a, az a, különlegessége, hogy ez egy kvarcóra, de ez a 8 mm körüli vastagsága, vagy vékonysága, ez egy annyira finom órává teszi, és ezt még tovább szépítette a designer azzal, hogy ebben ugyan pont ami a kezemben van, ezen van másodperc mutató, de ugye a hatórás segédszámlapnál, tehát klasszikusan azt lehetne mondani, hogy ez már nem is három, hanem csak két mutatós uh -huh. óra, ami még letisztultabbá teszi. Nagyon szép, vékonyak a, az órának a mutatói, és ehhez viszont nagyon jól mutat megint az, hogy a római számok, annyira el vannak vékonyítva, hogy szinte alig lehet leolvasni, de hát úgy is tudjuk, hogy ugye melyiknél, melyik római szám látható, és így együtt a mutatóval viszont nagyon szép klasszikus órát ad. És ennek a változatnak megint csak, vagy ennek a slim sorozatnak kétféle változata volt, ezt mindenki azt gondolom már egy nagyon finom ízlésvilághoz tartozik, hogy mert melyiket választja, nálad is ugye a kis másodperc Igen. mutatós van de az, amit még ide elhoztam, ennél a modellnél viszont tényleg nincsen másodperc mutató. Menj a igen Tényleg nincsen másodperc mutató, hanem hat óránál egy kis dátumablak látszik, és hát most ezen a kamerán nem biztos, hogy meg tudom nektek mutatni, de Zsambor majd a birolok forgatásánál fogja tudni nektek megmutatni, hogy van egy nagyon vékony halvány csík hosszant irányba ezen a számlapon, uh -huh. és, és az abszolút hozza azt a feelinget, ami, ami azoknak az elegáns ingeknek az érzete. Amikor van egy fehér ing rajtad, és van benne egy olyan vékony szövés, amit messziről nem látni, csak ha kicsit közelebb mennek hozzá. Igen, de egyébként ezt tudod, hogy ennek is van egy ilyen nagyon-nagyon vékony bordázottsága? de ez bordázottság, ami igen. egyébként még kevésbé látszik, mint a, a csík, igen. de ugye ezen meg ö, csíkok vannak, tehát igen. ténylegesen. Ezt tudni kell, hogy van, ezt még akár látni is lehet az abszurdum. És ugye ezeknek az óráknak, ami ugye 7-8 mm környéki vastagsága van, pontosan a, a karcsú tok felépítés, vagy design miatt talán nem is gondolná az ember, hogy ilyen 38 körüli 38 mm én megnéztem, mert nem, nem hittem el. Tehát nekem is ugye most 38-as órán van, és amikor ezt így láttam, csak kirakadva nagyobbnak tűnt. Én igen. Nekem is. Abszolút. És utána, amikor fölveszem a csuklóra, ott már kezd megjönni ez a 40 mm alatti érzet, mm. de a szememet teljesen becsapja az, hogy a, a számlap az sokkal nagyobb, mint a 38 mm-es óráknál jellemző, nagyon vékonyatok és ezért tűnik az érzete nagyobbnak. És egyébként még egy érdekesség, hogy ebből a slim sorozatból vannak párok, amikor ugye férfi-női óra teljesen megegyezik egymással, uh -huh. a méretet kivéve, ami, ami ma már szintén nagyon nagy, nagy, egy egy, egy egy ritkaság. Tehát, amikor egyforma órát szeretne ordani, férj, feleség, egy pár, akkor egyre ritkább az a lehetőség, hogy ilyet lehet választani ebben a kategóriában, tehát az elitórák kategóriájában, de a Premiérnél ez még megvolt, illetve hát még most is néhány ilyen modell. De a kéknek is van párja? A kéknek is volt párja. Vagy volt? Ö, azt most nem találtam, vagy lehet, hogy átsiklott a szemem a vitrínben uh -huh. a, a kék modellen, mert amikor a, az aranypárt megtaláltam, akkor ezt a, ezt a challenge-et lezártam magamba és nem keresem a, a továbbiakat, de elvileg majdnem mindegyiknek volt a meg közül férfi és női változata, igen. És hát van itt egy másik női óra is velünk, és egyébként nagyon keveset foglalkoztunk kimondottan női órákkal itt a Psychobutic tévében, ben úgyhogy azért is tök jó, hogy a premier sorozatból most jött egy ilyen páros verziónak a... A női változata, és van egy kövekkel kirakott kagylóhéj eh, színű, tehát egy picit ilyen opálosabb a fénytörésnek. Ez bocsánat. Igen, igen, ér, tehát ez igen. mindenképpen a, a, maga az értékét emeli ez az anyag. Uh -huh. És ez az egyik olyan, ami viszont fémcsatos, mert enne, ezeknél a slimmeknél a bőrszíja a jellemzőbb, és nagyon kevés néhány filmcsatos változat volt. Tehát ez inkább talán egy kicsit ilyen esti alkalmi jellegű alkalmi viselethez ajánlott modellcsalád, vagy sorozat, de a filmcsatosak azok egyértelműen hétköznapi használatra. Igen, és ott, ott egyébként a premier felirat alatt az a kis szösz, az lenne a dátumablak, ami tényleg annyira pici, hogy azt azt egészen közel kell venni, hogy az ember leolvassa, de hát ebből is látszik, hogy ez nem feltétlenül hétköznapi használatra tervezve. Tényleg én azt hiszem életemben ennyire pici blokkot, nem láttam még. Adok egy nem, azt látom, főző. mi van rajta, tehát nekem kettőnk közül, meg azt elmondhatom, hogy nekem még jó a, a szemem, tehát azt látom, csak hogy mennyi, hát ez mennyi, ez, ez egy fél centinél is kisebb az egész néhány, biztos. Néhány nem, megkeres, nem ez az, két, két, két inkább, milliméternyi dátum Én azt mondom, hogy az inkább egy design elem volt. rajta. Igen, ez, ez nem arra való, hogy konkrétan megnézzük rajta. Funkcionális lenne, főleg ismerve néhány ö, hölgyet, aki eleve már a mutatók járását se figyeli, és az órát is inkább csak ékszerként hordja, mint mm. hogy a pontos időt nézze rajta. Hát azon belül még ezt a pici dátumablakot is, hm. hogy valaki vizsgálja, az teljesen kizártnak tartom. Jó, hát minden esetre fontosnak tartottuk elmondani, hogy a premier család utolsó tagjai még mielőtt az ember ilyen kétségbe esett használt órás netes keresgélésbe kezdene világszerte, most még megvásárolhatók, és akkor hát tényleg én azt hittem, hogy ennek a történek vége, de teljesen igazad van, hogy azért éreztett már újra a Seiko is már-már elbúcsúztatott modelleket, hogy egy egyelőre a premier utolsó darabjaik tartjuk a kezünkben. Legyen egy játékunk, mert hogy ígértük, hogy fogunk majd egy butikus ajándék csomagért játszani, ehhez pedig kéne egy kérdés. Én például arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha, mert ugye mindig szeretnénk olyasmit kérdezni, ami elhangzott a műsorban, hogyha beszélnénk arról, hogy melyik család váltotta föl a Seiko palettáján a Premiert. Ez elég konkrét kérdés? Hát elég konkrét kérdés, de nem túl könnyű. Picit nehezítsünk rajta. Csináljunk hozzá. Igen, igen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy mindenki, aki, vagy nagyon sokan, akik minket néznek, azok igen mérehatóan bújják az oldalakat és gyűjtik az információkat. És én azt mondom, hogy most egy picit szúrjunk ki a, a nézőkkel, és tegyünk egy kicsit nehezebb kérdést. András miatt csak, hogy a te kedvenc órád, a kinetic direkt drive-osnak mennyi a, a járás tartaléka? Mert olyan sokszor beszéltünk arról, hogy, a, hogy a, az elalvós óra az egy teljesen feltöltött állapotban, hogyha leteszi valaki, akkor akár négy évig is működik. Igen. De hogyha te brümörteted az órát, uh -huh. akkor maximum meddig tudod tölteni a tank, tankot, hány hét, vagy hány hónap? Vagy hány Én év járástartaléka van a, a direct drive-odnak. Úgyhogy azt írjátok meg, legyetek szívesek. Én könnyebbet kérdeztem. Hogyha a 9 órás segédszámlapnál levő mutató azt jelzi, hogy teljesen fel van töltve a direct drive-os szerkezet, akkor az mennyi járástartalékot jelent. Ehhez tudunk segítséget adni a netről is, de hogyha visszanézitek a korábbi videónkat, amiben a kinetik szerkezetekről beszéltünk, akkor ott is találtok hozzá segítséget, és hogyha esetleg közelről megnézitek a számlapot, akkor az is nagyon sokat tud segíteni. <gül> 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 és akkor innentől egy kicsit bepuhítottuk. Jó, azért akkor a kis ófélséget kérde... a végére. A végére, le, után. ne legyek már annyira szőrös szív. Győztesünk pedig szokás szerint kettő lehet majd, egyrészt sorsolunk butikos ajándékot annak, aki itt a videó alatti kommentek közt írja meg nekünk a helyesnek vagy helyesnek vélt választ, a másik ajándék pedig annak megyek az applikációt letöltve, ott majd helyesen válaszol, egyébként pedig, ha még nem tettétek le, akkor töltsétek le az applikációt, itt a videót, pedig lájkoljátok, nyomjatok harangot, ha a következőről is rögtön akartok értesítést kapni, és hát kommenteljetek, mert szoktuk olvasni, és uh, talán fel is használni ezeket az infókat, főleg, ha van bármi ötlet, hogy mivel foglalkozunk. Mindenképpen visszaszoktuk olvasni, én magam szoktam válaszolni az ott feltett kérdésekre is, tehát szeretem mindig, hogy elmondjátok a véleményeteket, és bármilyen javaslatot is nagyon szívesen veszünk. Többször beépítettük már a videóink közé azokat a javaslatokat, amiket itt a videó alatt is beírtatok. Hát ez volt a zárópremiér, úgyhogy Köszönj, sakmat egyelőre. A köszönjük, Premiernek. hogy ma is velünk voltatok. Sziasztok! Hello.